Gyere már ki! Hallod? Nem rossz. Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap ismételten nagyon izgalmas lesz. Megvettem az összes Mikulást. Legkisebbtől a legnagyobbig. És most jönni fog egy nagyon komoly tesztelés. Előtte nézzünk meg egy jó kis mikulásos TikTok videót, és jön a nagy tesztelés. Tessék! Hé, te ott, Mikulás! Nem kell idén piros tojás, hagyjuk a sok csoki bogyót, hozzál inkább iPhone-t. Tavaly nem kaptál levelet? Vagy elfelejtetted a nevemet? Ne akard azt, hogy elmenjek, az északi csarkon meglellek. Oda figyelj! A kis mini boci, aztán az ilyen semárkájú, úristen, és még lesz cukormentes is. Ide nézd már, közös. Ezt már nagyon várom. Terencsi márka, aztán van Tibi márka, hoppá, szegény Miki, kicsit megütöttem. Aztán van itt Merci, van Kinder, úristen, és ezt nézzétek meg. Lehet ebbe lesz Kinder tojás is. Aztán van megint egy ilyen nagy smartizos. Aztán zéró cukros. Kitketes? Én még sose láttam amúgy kitketeset. Van itt boci, vadász. Aztán van lind, van ilyen kis csengője, olyan kis gusztán meg van csinálva. A Milka, Terencsi, After Eight. Semmilyen márkájú, Tibi. Ilyen nagy Kinder. Ez brutál nagy, de szerintem 5 perc alatt befalom. És nem csak a csokikat szereztem be, hanem a karácsonyi mintájú bocstesós pulcsikat. Ezt nézzétek meg, így néz ki, nagyon pöpe. Karácsonyi ajándéknak nagyon jó. Én biztos, hogy ezt fogom kérni majd a Jézuskától. Na de jöjjön először a mini. Boci mini. Miki. Mindegy tekebába, azt nézd meg. Szegénynek még arca sincs, semmi. Jöjjön a teszt. Az 10 pontból 1 hetes. Jöjjön a kövig. Ennek milyen aranyos amúgy az arca. Az ilyen sem árkájuk. Végre, ennek van arca, azt nézd meg. Mondjuk így már nem olyan barátságos, kicsit szihó. Ez nem olyan jó ízű. Ez 10 pontból 2-t kap. Nézzük a kövét. Hol az óra? 10. És tényleg le van csapva az óra, azt nézd meg. Fú, nincs jó csoki íze. 10 pontból 1-et kap. Nézzük a kövét. Aj, de jó! Már 10! Kóstoljuk meg. Azt hittem azért több lesz benne. 6 darab kis golyó. Kap egy 7 pontot. Nézzük a kövét. Terencsi márkájú. Hol az arca? Ahhoz képest nem rossz. Jó csoki tartalma van, nem a kedvencem, adok neki egy 6-ost. Itt a következő, látjátok, piros színűben van, és eredetileg képzeljétek el, lila színű palástal ábrázolták a Mikulást. Ezzel utalva amúgy Szent Miklósra és a püspökök lila színű ruhájára. De ma már ugye pirossal ábrázolják. Na de, kóstoljuk is meg. Hallod, ez a márka nem csinál neki fejet, vagy hát arcot. Nézd meg. Akkor ide hozom a másikat is, mert ugyanaz a márka. Oké. Okay. Jöhet a tekegolyó. Na de, kóstoljuk meg. Az első 7 pontot kap, a második pedig csak 6-ot. Az nekem annyira nem ízlett. Jön egy Tibi! És egy érdekesség. A hollandok, képzeljétek el, hogy átformálták a Mikulás figurát, és nem szánon közlekedik, hanem lovon. Na de nézzük. De jó illata van. Elég vékony amúgy. Hát finom. 9 pont. Harry? Nézzük a kövét. Merci. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Bam! Új, para a szeme. Jaj, de édes. Nézd meg. Ez nagyon cuki. Jó vastag a csoki rész. Oké, hogy ez drága, de legalább vastag neki. Képzeljétek, elvileg az igazi Mikulás Finnországban lakik, Lapföldön, és a gyerekek még e-mailt is tudnak küldeni. Én a neten böngésztem, és ezt az e-mail címet találtam. Na de nézzük a kövét. Én ezt nagyon-nagyon vártam. Szerintem lesz benne. Imádom a Kinder tojásokat. Na, végre egy cuki. Mondd, hogy lesz benne Kinder tojás.
karácsonyi... Á, kész! Gyerekkoromban nagyon szerettem őket. Ah, és képzeljétek el, hogy ugye nálunk Mikulás van, de az olaszoknál nincsen Mikulás, hanem egy hónappal később, január 6-án, és nem a Mikulás hozza náluk az ajándékot, hanem egy kedves boszorkány, akit úgy hívnak, hogy ő hozza a kis ajándékokat január 6-án. Nagyon fura. De, nagyon jó. Úristen, azt imádom. És jó, már nagy. Nagyon jó, nézzük a kövés. Előző a 10 pontból 10-et kap. Hé, te ott! Mikulás! Ja, és képzeljétek el, amit kibontom, elmondom, hogy onnan jött az, hogy az ablakba kell kirakni a csizmánkat, és abba kapunk valamilyen ajándékot. Ez az egész Szent Miklós nevéhez fűződik. Ő anno, elvileg, egy szegény családnak adott egy maréknyi pénzt, úgy, hogy az ablakba tette ki, és azóta így kell tennünk nekünk is, hogy az ablakba kirakjuk a szép kis csizmánkat, és megkapjuk a kis ajándékunkat. Na, de nézzük meg! Itt a Smarties. Csalódott vagyunk, mert én azt várnám el, hogy így teli legyen. Megkapjam egyszerre, vagy nem? Írd meg kommentbe. A hűgöm. Nézzük a csokikát. Hoppá, ez 9-es kap. Nézzük a kövét. Szóval ez hozzáadott cukor nélkül. Milyen lett ez a Mikulás? Nem tudom elképzelni, hogy ez így finom legyen. Mikulás bácsi. Na, gyere már ki. Hallod? Nem rossz. Én valami nagyon rosszra számítottam. Figyelj, ez 10/8. Nézzük a kövét. Jóó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 ó
amúgy a KitKatnek is van Mikulásos. Mennyire aranyos, ez tetszik. De jó, nézd meg a lábát, még ott van, hogy KitKat. Hallod? Az nagyon jó ilyen... Hogy tudom megmutatni? Látod ezeket a pöttyöket? Kekszerű darabok vannak benne. Ez nagyon különleges. 10 pontot érdemel, nagyon jó. Nézzük a kövét. Boci, boci, tarka, se fülle, se ha-ha-ha. Nézzétek. 7 pont. Nézzük a kövét. Jaj! Annó imádtam ezt a vadász csokit. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz Mikulásban. Na nézzük! És képzeljétek el, azt olvastam az interneten, hogy a 18. században betiltották Magyarországon a Mikulást, mert hogy úgy ábrázolták amúgy, hogy félig emberi lény, félig szarvas, és ilyen hosszú bottal járt, és nem cukorkákat meg ilyeneket osztogatott a gyerekeknek, hanem inkább megverte. Szóval nem is csodálom, hogy féltek tőle a gyerekek. Ah! Ez hogy néz ki? Reméljük az íze jobb lesz. Nem rossz, 8 pont. Csak parán néz ki a feje, legyen Miki bácsi. Nézzük a kövét. Ez olyan tömény, hallod, annyira nehéz, ez ilyen pillekönnyű, ez meg rendesen van súlya, mondjuk elég drága volt, de szerintem ebből kijönne 3. Szóval ha a kiló árát leszámolod, akkor lehet, hogy olcsóbb a lind. Assza, de gyönyörű! Ez brutál szép, hallod? Kinézetre ez 10/10. Alig tudom elharapni, tényleg töményem. Ide nézd, milyen vastag. Jól éreztem. Ez jóféle. Nézzük a kövét. Ó, milyen a csoki? Azt mondja, hogy csend. Tudja, hogy rossz voltam idén? Főleg az amerikai filmeknél mindig úgy ábrázolják az ilyen mikulásos jeleneteket, hogy a Mikulás bácsinak kikészítenek tejet, meg süteményt, és akkor azt fogyasztja el. A skandináv államokban pedig képzeljétek el, hogy szapkását készítenek ki a tiszteletére, a briteknél meg sört, meg húsos, mi az? Húsos pitét készítenek ki a tiszteletére. Nagyon érdekes, hogy tényleg ahány ország annyiféle. Jó vastag. Ez 10 pontot megérdemel. Nézzük! Jaj, én az utolsóra vagyok a legkíváncsibb. Ez szintén ilyen saját márkás. Megkóstoljuk. Ez meg megint nincs arca. Szemmiak csak. Hát ez. Nézzük a kövét, mert az utolsót akarom megkóstolni. Barátnőm kedvence. Cuki. Ó, de jó. Már itt érzed, hogy ilyen tök jó mentolos. Ha szereted a mentolt, akkor ezt imádni fogod. De jó illata van. Fokrém és csoki egyben. Kóstoljuk meg. Oké. Okay. Felpezsítő az ízem. Ó, de csokis lett a fogam. Kap egy 9-es. Nézzük a kövét. Mindjárt jön az utolsó. Ennek a van.
Félek beleharapni. 8 pont, kinézett mínusz 1. Jegyzzük a kövét. Tibi, tibi, tibi. Képzeljétek el amúgy, hogy ugye országonként máshogy hívják a Mikulást. Például nézzétek meg. Nagyon durva amúgy, hogy mennyi neve van. Na de jöjjön a nagy tesztelés. Adj 8-as. Jöjjön a tudtó! A legnagyobb! Akkora, mint a fejem! Sőt, még nagyobb is kicsivel. Wow! Oda nézd, és ott még kis mackó is van. Az olyan jó. 10/10, nagyon jó. Első hely az övé, utolsó pedig ez a kicsi volt, bevágom ezt. Nagyon örültem, hogy itt voltatok. Nagyon boldog Mikulás mindenkinek. Tisztítsátok ki szépen a csizmátokat, rakjátok az ablakba, és várjátok, hogy Mikulás bácsi megajándékozzon valamivel. Puszi!